Sziasztok! Itt vagyunk a Trabant Múzeum előtt Prágában. Gyertek velünk erre a virtuális túrára. Na menjünk be! Ez egy magángyűjtemény, ami nem csak a Trabantokat, hanem a régi DDR-es időket mutatja be és adja át az ide látogatóknak. Mindössze 4 euró per főért be lehet menni, és szerintem ezt a 4 eurót bárkinek megéri. Ez nincs egy doboz cigi ára, ha bárki erre jár, akkor mindenképpen látogasson el ide. A retro fanatikusoknak pedig egyszerűen kötelező. Én nem fogok minden Trabantot egyesével bemutatni, hanem majd beszélnek a képek magukért, és mondok pár érdekességet erről az időről, ezekről az autókról, meg hogy mi is az a Trabant. Amint mondtam, a jegy 4 euróba kerül, és ahogy belépünk, rögtön elfog a retro hangulat. A hely Prága külvárosában található, könnyen megközelíthető autóval, amivel érdemes jönni, és szépen lehet parkolni a múzeum előtt. Ott jártunk, ahol nem volt senki a múzeumban, így teljes nyugalomban élvezhettük az egészet. Hogy kinek mit jelent a Trabant, azt mindenki döntse el magában. Nekem egyszer volt 2 601-esem, de sajnos eladtam, amit mára megbántam. A Trabant márka járműgyártásának teljes története megtalálható a múzeumban. A legelső autótól a legutolsóig. A kiállított autók mindegyike eredeti állapotában van bemutatva. Tanúsítvány a LEGO Trabant rekordjáról. A képen látható Trabantot egy cseh kisfiú rakta össze, amivel rekordot is döntött, és a Trabant LEGO-ból van. A LEGO Trabant mai napig megtalálható itt a múzeumban. Itt a Kübel katonai műhold és katonák figyelik a berlini brandenburgi kaput az ellenséges imperialista csapatok inváziója előtt. Na de most néhány szó a Trabantról. A Trabant egy kelet-német személygépkocsi típus, amelyet a német Webb Sachsenring gyártott. Az első Trabant 1957. november 7-én gurult le a futószalagról. A legelterjedtebb autó volt Kelet-Németországban, és a többi szocialista országba is exportáltak belőle. Neve jelentése utitárs, követő, csatlós. Nevét az akkoriban fellőtt első szovjet műhold, a Sputnik 1 német megfelelőjéből származik, mint egy tiszteletből. A műszaki jellemzői közé tartozik a kétütemű motor és a polimerből készült karosszéria. Megjelenésekor modern kisautónak számított, első kerék hajtással és keresztirányban szerelt motorral. A Wartburg mellett pedig lehetővé tette a tömeges motorizálást az NDK-ban. 1976-ban a Trabant képviselte az NDK-ban a használt összes autó 47%-át. Bár az ideiglenesen importált Zaporozhets mellett ez volt az egyetlen kisautó, az NDK kormánya nem részesítette elsőbségbe. Az új modelleket politikailag megakadályozták vagy leállították. Így a Trabant csak részleteiben volt fejleszthető tovább, és egyre távolabb került az autóépítés nemzetközi fejleményeitől. Lényegében megpróbálták ellehetetleníteni és kiszorítani az autópiacról. Trabant volt az első jármű a Német Demokratikus Köztársaságból, ami a kelet közlekedési szimbólumává vált. Régebbi kiadású autó szakkönyvek
még törpeautónak nevezték, hiszen egyes tévhitek szerint eredetileg nem is kocsinak készült, hanem fedett motornak. DKV volt a neve annak a német autógyárnak, amelyik a II. Világháború előtt kifejlesztette az F8-at, ami később minden kelet-német családi autónak őstípusává vált. Ez volt az első német autó, amelyik műanyagborítású Duroplast karosszériával készült. 1955-ben mutatták be, vízhűtéses kétütemű motorja a régi kéthengeres F8-aséval szinte megegyezett. 22 lóerőt teljesített. A kocsi 820 kg-ot nyomott, és 90 km/h végsebességre volt képes, amelyre nem kevesebb, mint 1 perc alatt gyorsult fel. Ezek a menetteljesítmények már abban az időben is nagyon elavultnak számítottak, az anyaghiánnyal küzdő NDK-ban viszont egyelőre nem látszott más lehetőség arra, hogy olcsón előállítható személyautóhoz jussanak az emberek. A limuzin kivitel mellett cvikau típus kapható volt még kombi és kupé változatban is. Az 5 évig tartó gyártás során több mint 36 ezer autót állítottak elő. 1957. november 7-től volt kapható a P70-es utódja, a P50-es, majd a 601-es. Az Axenring emblémát a Trabant 1958. május 1-től viselte, de a P70-es típus leállításáig őket is ezzel látták el, az addigi AVZ logó helyett. Nagyon közkedvelt kocsi volt, alacsony ára és könnyű javíthatósága miatt vonzódtak hozzá az emberek. Itt láthatóak az akkori kelet-német árak. Az 1989-es tesztelés és nullszéria után 1990 májusában megindul az 1.1-es Trabant gyártása. Addigra azonban a megváltozott német politikai és társadalmi helyzet miatt az autó jövője bizonytalanná vált. Így 1991. április 30-án az utolsó darab is elhagyta a szerelőszalagot. A kocsi főbb jellemzői: 1043 köbcentiméteres Volkswagen Polo licenc motor 41 lóerővel, egytorkú Weber karburátorral, a váltó 4 fokozatú plusz hátramenet, ami saját fejlesztés. A vízhűtéses motor miatt jobb lett a kocsi hűtése és fűtése. A motor mérete miatt az immár 28 literes benzintankot a csomagtartó alá kívül helyezték el. A kocsi elejét számos ponton megerősítették, az első futómű is változott. Az első kerekek tárcsaféket kaptak, és a kerekek kivitele is másmilyen lett. A megújult műszerfalon a kilométer óra mellett egy kombinált műszer tájékoztat a hűtőközeg hőmérsékletéről és a benzinállásról. Megtalálható még az olajnyomás és fékellenőrző, továbbá a vészvillogó visszajelzője is. Szóval rengeteg dolgot változtattak akkor a Trabantnál. A felszereltségből nálunk hiányzott a hátsó biztonsági öv, az első ködlámpák és azok kapcsolója. Említésre méltó még az univerzál, nálunk is széria felszereltséget képező kalaptartó, amely nagy mérete miatt nem túl praktikus elem, ezért gyakran kidobták az autóból, így manapság már nagyon ritka. Viszont az igazi nagy áttörés a 60-as évek végén érkezett, amikor megérkezett az új 603-as Trabant, ami igencsak forradalmi konstrukció volt. A kétütemű kéthengeres motor helyére Wankel motort álmodtak a bátor kelet-német mérnökök. Viszont a teljesen kész autót sorozatgyártástól már csak a gyártósor felállítása választotta el, azonban a politika közbeszólt, így nem kapta meg a gyár az engedélyt a gyártáshoz. Rengeteg tényező okozta a tervek kudarcát. Több mint 3 millió Trabantot adtak el összesen, ezt az értéket összehasonlítva például a brit Mini Morris 5,3 milliós eredményével azt mondhatjuk, hogy a Trabant is sikeres kisautó volt. We'll be right back.
És most pár érdekesség a Trabantról. Sokak, akik már éltek az előző rendszerben, úgy vélik, hogy a Trabantot szinte örökké gyártották. Van egy teljesen felszerelt korabeli garázs is a múzeumban, ami jól tükrözi, akkoriban hogy szereltek az emberek autókat. Trabant különböző verzióit P50-től a 1.1-ig összesen 34 évig gyártották az NDK-ban, 1957 és 1991 között. Ezzel a teljesítménnyel az autócska bizony felkerülhetne a 35 legtovább készült gépkocsi közé. A Trabi olyan ikonikus modelleket előz meg, mint a Peugeot 404, 31 év, vagy a Renault 4, 33 év, vagy a Land Rover Defender, 33 év. Az élen állóktól azonban jócskán elmarad a keleti népautó. Semmi sem veszélyezteti a Chevrolet Suburban 86 éves rekordját, ráadásul ezt a típust még ma is gyártják. A legendákkal ellentétben a Saab soha nem használt Trabant motor. A Trabant a maga idejében szinte elérhetetlen vágyálomnak számított Kelet-Németországban. A hazai piacon átlagosan 10 évet kellett arra várni, hogy valaki egy Trabit állíthasson a garázsba. Ám a vidéki NDK-ban a 18 év sem számított ritkának. Ez az ábra megmutatja, hogy az adott évben 100 főre hány személyautó jutott. Az autócska brutálisan drága volt, hiszen egy átlag kelet-német egy évnyi bérébe került. Igaz, nyugaton jóval olcsóbban adták. A mai német átlagbérrel számolva 2021-ben például egy Mercedes C osztályért kell egy évet dolgozni. A Trabant rekorder lett azzal, hogy 1990-ben a 601-es típus volt a leglassabb autó a piacon. Ugyanakkor ehhez a menet teljesítményhez elég durva környezet szennyezés is társult. A kibocsátott károsanyagok tekintetében ugyanis az európai átlaghoz képest a Trabant 9-szer több szénhidrogén és 3-szor több szénmonoxidot bocsájtott ki. Noha a Trabant a keleti blokkban családi autónak számított, valójában döbbenetesen kicsi volt. A Trabant az egyetlen sorozatgyártású autó, melynek a karosszériára újrahasznosított anyagból készült. A Trabant nem volt biztonságos, még ha el is terjedt róla néhány pletyka. Duroplast karosszéria egyetlen előnye, hogy nem rozsdált. A képen Helena látható, az első női rally Trabant versenyző. Helena összes eredeti kelléke, ruhája, versenysisakja megtalálható a múzeumban. Az amerikai Time magazin szerint a Trabant a világ legrosszabb autója. Ez lett volna a múzeum felső része, és most menjünk, nézzük meg, mik találhatóak az udvaron.
archív felvételek az akkori Trabant gyártásáról. Azért az udvaron is találtunk pár szép példányt, van amelyik eredeti állapotában van, van amelyik pedig felújításra vár. De azért érdemes szétnézni, főleg ha szereti az ilyet az ember. Ez pedig itt egy eredeti rally versenytrabant, ami a múzeum egyik büszkesége, ugyanis ezzel tényleg nyertek rally versenyt annó. Ez pedig egy tipikus zöld trabant, amikor gyerek voltam, ha egy ilyet láttunk, mindig kívánhattam valamit. Ez nem Trabant, nem tudom milyen gyártmány, de elég érdekes jármű volt, ha valaki tudja, akkor írjátok meg. Ennyi lett volna a Trabant Múzeum, remélem mindenkinek tetszett, nekem személy szerint nagyon. Megérte azt a 4 eurós belépőt, én nagyon jól szórakoztam. Ha ti is, akkor örülök neki, azért készült ez a videó. Ha gondoljátok, dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, vagy kommenteljetek, nekünk minden visszajelzés nagyon jól esik. Maradjatok velünk a következő videókra is. A végére még hagytam egy kis érdekességet. Ugye az nem Trabant lesz, de az autófanatikusoknak biztos nagyon fog tetszeni. Én is el voltam ájóva tőle. Ez volt itt a Like a Vlog. Sziasztok!